Szép napot mindenkinek! Hogyha nem nagyon lehet hallani a széltől, azért előre is elnézést. Kijöttünk a Gerecs egyik kis csücskébe. Itt van egy fenőerdő. És ahogy látjátok, egy pár perc alatt már egy néhány kis fenyő tinurú már befigyelt. Most van itt egy nagyobb erdő, és megnézzük azt is. Elkezdtünk szüretelni. Akár merre nézünk, mindenhol. Mutasd, Jóska! Ah, de szép! Szépecske! Ugyan szép telepített fenyőerdőben vagyunk, de most minden optimális ahhoz, hogy tevő legyen a kosarunk, nézzétek! Azért már alakul valami. Fél órája kint vagyunk. Na, itt megint van egy pár. Ott bújik egy szép. Hát az meg már valószínűleg öreg lesz, de azért ránézünk. Ott meg az anyag. Kis fütyis gomba, nagyon durva. Arra szép vagy. Gyönyörű. Az is szépecske. Ez nem is köcske. Gyűlik itt már. Hát van egy-két öregebb. Maxanak lehúzzuk a termő rétegét. Meglátjuk, mit mond a kumbaszaki. Na nézzük. Ott is kettő. Figyeld már, ennek kívül jönnek az izé. Mit csinál? Lamella, ja, az izé, tinta gomba, csak már gyerek. Gumiabrony. Kicsit csigarágta, de ez szép azért. Na. Azért ez megvan, nem is tudom. Két kiló fixen. Szép. És most megyünk. Megyünk a űzlábakér. Reméljük. Eljöttünk az űzlábas helyre. Épp, hogy beléptünk az erdőbe, és itt a jó kis géva. Egyébként folyó part a közelben nincs, de olyan vizes most minden, hogy hát itt van. Közel van az autó út, úgyhogy zaj az van, de ezt most leszedjük. Szép telep. Csiperke. Na hát, a szépecske. Csiperkék azok nem voltak jók. Karból vagy fenolszagú. Szerintem ez meg piruló lesz. Aha, egy van benn, aztán az is elkezdett kicsit már pirulgatni. Ennek mekkora buncu szára van, te szára, tönkje. Durva. Na, milyen kis szépek. De szép. Csak várjál ennek. Hát lehet, hogy ez is karból szagú lesz, baszki. Na mindjárt megnézzük. Ez most bekerül a kosárba. Még egy szép adag ízletes tőkegomba. Ez egy nagyobb telep. Hú, de jól néz ki. Ahhoz képest, hogy hát szerintem plafonon 5-10 percre szálltunk ki az autóból. Egyre szép kis mennyisége szét ennyi idő alatt. Nézzétek, milyen frankó kis helyen vagyunk. Minden tiszta nedves, nagyon jó. Van értelme kijönni. Ez a negyedik? Negyedik telep. Tök durva. Kis tőke gombák árnyékában. Mindjárt ránézek a könyvre, de szerintem... Á, mindegy, nem akarok hülyeséget mondani, de figyeld már. Itt is egy telep. Viszont ezt hagyom, mert ezek már olyan
öregecskék, nem visszük el. Hopp. Kis pöfeteg. Itt egy kis pöfinnyó, de nagyon pici. Ja, csak fel kellett másznom hegy oldalba. De megláttam ezt a két kis piruló őzlábat. Hogyha az, de szerintem az. Mindjárt ránézek. Az hát. Az kell, hogy legyen. Szerintem ez a gumó nem peremes. De hát holnap úgyis visszük, szak ellenőröz mindet. Na, de szép vagy. Ott egy idősebb példány. Ott már egy kis dobverő. Ez is piruló. Mindjárt le is szedjük, meg ott is bújik valaki. Úgyhogy szerintem erre fele még lesz. Sőt, szerintem ott nagyon a távolban is látok, de az majd mindjárt kiderül. Jóci barátom meg ott fenn a hegytetőn csámborog valamerre. Szerintem ez egy egészen jó kis nap lesz. Ott pedig fut egy nagy szarvas, figyeljétek! De szép! Na, már itt belebotlottunk, akkor azért megmutatjuk ezt is. Egyet felszedek, de egyébként van itt jó néhány. Na, ő az, akire nagyon kell figyelni. Ez egy gyilkos galóca. Bocskor, gallér, szép zöldes a teteje. Ebből egy egészen kicsi darab is elég. De van még bőven. Ez itt pedig az emberi hülyeségnek a minta példája, amikor talál valaki néhány gyilkos galócát is hülyére rugdalja. És akkor azt hiszi, így több nem lesz. Ez meg szerint egy kis róka vagy borz, nem is tudom, kis koponya. A következő kör, néhány csiperke, és a Jóci elvileg ott látott tűzlábat, úgyhogy most megnézik azt is. Itt szüretelés lesz, az a helyzet. Mindjárt ránézzük, de úgy néz ki, hogy ezek is piruló őzlábak lesznek. Na, a őzlábak sajnos nem voltak jók, mert részvörös őzláb volt, úgyhogy ott kellett hagyjuk, viszont egy kis pöfinnyó. Főszeled? Remélem, jó, kemény. Aha. Kemény? Ja. Király. Á, de jó, tényleg fasza. Betakargatod? Kíváncsi vagyok ott, ha az olyan csiperke vagy, az is kis baby pöfi lesz. Néhány kis csiperke. Elég szögletesnek néz ki, de mindegy, mindjárt ránézek, azt, sőt, ki is veszek egyet. Mennyi innen, pók! Mennyi innen! Az, finom kakaó illatú. Szerintem ez is ligeti csiperke lesz. Aztán majd a szakellenőr megmondja. Milyen jó néz ki. Yeah. Jóci kiszúrt egy pöfit. De lehet csak egy szép gömbölyített kavics. Kő! Ne! Rengeteg galambgomba van az erdőben egyébként. Itt van egy felrúgva is. És az a baj, hogy őket nem ismerem. És akkor mondják, hogy meg kell kóstolni, ha csíp, akkor nem jó, ha nem csíp jó, de hát én nem kóstolgatok nyers gombákat bevizsgálás nélkül, de galamb, az biztos, hogy galambgomba. Na, megint pár csiperkét találtam. Azok úgy látszik, most nagyon jönnek ki. Jó sok van. Mindjárt megvizsgáljuk közelebbről is, hogy jó lehet-e. Megtaláltam még egy pöfit, de egy nagyon kis picikét. Hát... Ez ilyen kis falatnyi.
Ahogy látjátok, ez most nem adta ki. Szerintem karból szagú csiperke lehet. Tönkbázisnál sárgul, és a hát a... Ja, büdös. Ez nem a miénk. Úgyhogy a többit itt is hagyjuk. Mondjuk lehet árulkodó, az is, hogy kicsit ilyen füstös a kalapja, de a szaga meg a sárguló tönk az, ami tényleg ilyen árulkodó bélyeg, aztán javítsatok ki, ha nincs igazam. Úgyhogy akkor szerintem ők is karból szagúak lesznek. Kanos. Menj. De azt, hogy kell kéne, jó, hogy nem a betonból nő ki. Ennek is csúcsosodik, hiába fanyul, már csúcsosodik ez az élet. Hát az a helyzet, hogy ez a mi spetkó kis őzlábas helyünk, de most nem tudom mi van. Mindenhol ez a részvörös őzláb nő. Az ilyen csoportosan nő. Most felszedek, ezért megmutatom. Galéria. Ez nem elmozdítható. Látható. És ezt így elvágom, akkor rögtön elkezd ilyen, hát ilyen répa színűre változik. És ezt a szakirodalom azt mondja erre, hogy nem ehető. Csalódott vagyok. Mindenhol. Hegyekben. Hátul is. Nagyon-nagyon sok. És itt kell hagyjuk, Joci. Ott hátul is. Szörnyű. Egyet azért felszedtem, elviszom a gombaszakihoz, mert itt lehet látni most, hogy sárgul. Ugye első ránézés a kalapra azt mondja az ember, hogy pirul őzláb, de hát ez nem pirul. Meg hát ugye hiába kettős gallér, az itt árulkodik, hogy nem mozgatható. Egyet azért elviszek holnap a szakellenőrhöz, megmutatom neki is.